Minden sportnak megvan a maga igazságtalansága. A fociban például az, hogy mondjuk egy csapat végtámadja a mérkőzést és az utolsó pillanatban az ellenfél, ellenfél berúg egy kontrából egy gólt. A cselgáncsban borzasztó sok lehetőség van arra, hogy az ember azt érezze, hogy a fene egye meg egy kicsi kellett volna, és már mindjárt más lett volna a dolgok állása. A modern cselgáncsot az utóbbi években már annyira felgyorsították, valószínűleg azért is, hogy tévén lehessen nézni, hogy gyakorlatilag 4-5 perc alatt kell megoldani mindent, és 4-5 perc alatt dőlnek el emberi sorsok, 4 éves felkészülések. Ez volt tulajdonképpen a mi puprékánkkal is, aki már több többször bizonyított világversenyeken, hogy, hogy dobó közelben tud szerepelni, hát persze főleg Európa bajnokságokon, tehát reális volt arra a remény, hogy a legjobb nyolcba bejut. Ehhez képest ő jobban teljesített, és különösen annak fényében óriási ez a teljesítmény az 1996-ban Dunajvárosban született versenyzőnktől, aki egyébként a Paks színeiben cselgáncsozik, ahogyan annak idején Kovács Anti, aki 92-ben azóta is egyetlen magyar olimpiai bajnokságot nyerte cselgáncsból, hogy rendkívül nehéz sorsolást kapott. Ugye elsőre megkapta azt a Kelmendit, aki nagy fölényen nyerte meg négy évvel ezelőtt az olimpiát, és Kelmendit simán megverte. Tehát ez már önmagában egy nagyon nagy teljesítmény volt, és ez a lendület vitte tovább az amerikai Delgado ellen, aki szintén nagyon simán, nagyon szépen legyőzött pontozással, tehát tulajdonképpen nagyon hamar két meccsel már ott volt a legjobb nyolcban. Na és itt kellett volna egy picit a cselgáncs igazságosságának előjönnie, mert egyetlen egy másodpercre hagyott ki a svájci Czürichi hölgyel szemben, aki szintén egy nagyon jó cságáncsúzó, és ez bőven elég volt arra, hogy a Czürichi megnyerje, megnyerje a mérkőzést. Innentől kezdve ugye Puprék a Vigaszágra került, két meccset kellett játszania, hogy elérje a bronzérmet, hogyha a párkot megveri, a délkorai párkot, aki egy nagyon-nagyon jó cságáncsúzó, akkor már az ötödik helyet fogja elérni minimum, de harmadik is lehet belőle, ha pedig a második meccset is megnyeri, az olasz cselgáncsozóval szemben, aki egy nagyon kiváló cselgáncsozó szintén, akkor már bronzérmes is lehetne. Az első feladatot nagyon szépen teljesítette, a másikat nem, tehát összességében azt lehet mondani, hogy három nagyon szép, nagyon-nagyon szép és meggyőző győzelem mellett két olyan vereség csúszott be, ami egy-egy pillanatnyi kihagyásból állt, ugye az olasz ellen a, a hosszabbítás fél percében volt egy pillanatnyi kiadjása, hogy meg tudta őt dobni az olasz. ne erre mondom, hogy a cselgáncs igazságtalansága, mert itt nincs mód, nagyon sok esetben úgy pontozzák az akciókat, hogy nincs mód arra, hogy kiegyenlítsen. Tehát, hogyha, hogyha nem figyel oda, akkor abban a pillanatban elveszett a mérkőzés. Kicsit olyan lesz, hogy értsétek, mint a birkózásban a két vál, csak ugye a birkózásban a két vál viszonylag ritkán következik el. A cselgásban viszont nagyon könnyen lehet olyan akciót létrehozni, amivel vége a mérkőzésnek. Tehát itt sajnos ez történt, Puprékának nagyon össze kell szednie magát a további versenyekre, mert hogy ő még fiatal, tehát ugye 25 éves sportolóról van szó, tehát ő neki még legalább két nagy világverseny bele kell, hogy férjen, és nagyon szurkolunk, mert van benne óriási akaraterő, van benne óriási küzdeni tudás, győzelemvágy, lobogott a szemében, tehát nagyon-nagyon szépen, szépen sportolt, úgyhogy reméljük, hogy az idővel lassacskán, de meg fogja hozni a még magasabb sikereket. Úgyhogy most ötödik lett Puprék, a, a pontszerzésre azóta is gratulálunk, a Paksiak is szereztek egy pontot már az olimpián, és csak így tovább magyar cselgáncs, hajrá magyar cselgáncs, hajrá Magyarország, a jó is áldjon meg mindenkit, köszönöm szépen, hogy meghallgatotok, a tetszett nyomjatok egy lájkot, ha még jobban tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor támogassátok a munkámat, a videó alatt található számlaszámmal, köszönöm szépen a figyelmet.